gratulálunk szülőség egyik legismertebb szülöttének, iskolánk névadójának, Báró Veselényi Miklósnak a szobra előtt. Videónkban bemutatjuk, hogy ki is volt a mögöttünk lévő impozáns történelmi figura, és miért pont őróla nevezték el az Ilahi Református Kollégiumot. Ifjabb Veselényi Miklós számunkra, Veselényi is diákok számára azért fontos, mert az iskola főgondnokaként elkötelezett támogatója volt a kollégiumnak, sőt, tanári állás fenntartására biztosított folyamatos anyagi fedezetet. Azonban Veselényi nem csupán egy őkezően adakozó vidéki nemes úr. Munkássága, tevékenységi köre címszavakban is lenyűgöző. Lássunk ezekből néhányat. Reformpolitikus, a Habsburg kormányzat ellenzéki főszereplője, még börtönbe is került emiatt. Országgyűlési tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli tagja. Az 1838-as Pesti Árvíz árvízi hajósa. Kisdedóvó intézmények alapítója és támogatója. Iskolák patronusa, jobbágy felszabadító. Kolozsváron nyomdája volt, itt nyomtatta ki beszédeit, tételeit, naplóját. Részt vett a kaszinó megalapításában. Javaslatot tett Magyar Színház felállítására. Létrehozta az első vívókört, Kolozsvári Viadal iskola 1824. Átúszta a Balatont, a hírneves zsibói ménes tulajdonosa. Tudtad-e? Átúszta a Balatont is, és két szemtanú beszélte nekem, aki látta, hogy egyszerre úri barátainak tréfájára úszás közben meg is borotválkozott a Balatonon. Gyerekkora. Idősebb Veselényi Miklós és Cserei Heléna tizedik gyereke volt. Zsibón született az akkori Közép-Szolnok megyében. Csak ő élte meg a felnőtt kort. Testvéreinek sorozatos halála arra késztette szüleit, hogy ifjú Veselényi Miklós már születésének napján 1796. december 30-án megkereszteljék. Neveltetése. Az ifjú Miklós örökölte apjának testalkatát, erejét és akaratát. Kemény neveltetést kapott. Kitűnően lovagolt, úszott, vívott, birkózott és nevezetes vadász is vált belőle. Apja nem engedte iskolába járni, hanem otthon tanítatta. Az ifjabb Veselényi Miklós mintegy 6 éves korában atyával az udvaron sétál, hol éppen egy szilaj mén volt jártatóban. Nem volna kedvedre ráölni? Kérdi a fiút a mord atya. Nem. Miért nem? Mert félek. Egy Veselényinek félni nem szabad. Kiáltott Reá, s azzal feldobta a lóra. Reá csapott, s ki volt boldogabb, mint az öreg úr, midőn kisfiát mosolyogva látta a kifáradt lóról leszállani. Barátság a Széchenyi Istvánnal. 1820-ban Debrecenben megismerkedett Széchenyi Istvánnal, ami sorsdöntő pillanat volt életében. Barátok lettek, és 1821-22-ben hosszabb tanulmányutat tettek Franciaországba és Angliába. Tudtad-e? A magyar lótenyésztés és lóversenyeztetés sokat köszönhet Széchenyi Istvánnak és neki. Úgy gondolták, hogy a lótenyésztés érdekében kell lóversenyeket rendezni. 1827-ben tartották az első versenyt, melynek első futamát Veselényi Alborák nevű lova nyerte meg. A 20 éves Veselényit lenyűgözte a francia és az angol állam fejlettsége, és ennek hatására határozta el, hogy korszerűsíti a zsibói uradalmat. Elsőként szabadította fel parasztjait a jobbágyság alól,
Saját költségén tanította őket, tanfolyamokat tartott nekik a korszerű földművelésről és állattenyésztésről. Tudtad-e? Jókai Mór egy Magyar Nábok című regényében megörökítette Veselényi és Széchenyi barátságát, utazását. Veselényi és az iskola. 1827. júliusában az Ilahi Református Kollégium főgondnokává választják, és azonnal megtalálja a közös hangot a kollégiumot vezető Salamon József professzorral. Felismerik, nem lehet iskolát működtetni iskolaépület nélkül. 1831. november 2-án sor kerül az új épület befejezésére. Veselényi vállalt két szoba felszerelési költségeit, példáját többen követték, így az épület két év alatt teljesen elkészül. 1820-ban Zilahon volt ugyan egy professzor, s alatta a reformátusoknak egy gimnáziuma, de az iskolának épülete nem volt, s a gyermekosztályoknak hallgatótermei többfelé szétszórva a városon. Azon idő óta Zilahon szép iskolai épület emelkedett föl, mely több mint 35-40 ezer váltóforint készpénzbe került, pedig ingyen munka és ingyen anyag is ment rá. 1828 után Báró Veselényi Miklós úr volt az éltető lélek. Ő végezte be a mostani egyik tanárral, Híri Ferenccel az iskola épületét, maga adván ingyen minden épületfákat. Ő alapította egyedül a mostani egyik tanárszéket. Miért volt fontos az épület? A következő számadat mindent megmagyaráz. A diákok száma 1830-ban csak 20, 1848-ban már meghaladja a 60-at, az osztályos növendékeké pedig a 400-at. Tudtad-e? A Salamon József idejében elkezdett és Híri Ferenc idejében befejezett épületet bontja le és tervezi nagyobbá 1902-ben Kincs Gyula, és ekkor veszi fel az iskola először Veselényi nevét. Veselényi politikai nézetei. Veselényi úgy gondolta, a nemességnek le kell mondania jogaiknak egy részéről a jobbágyak javára, mert igazságtalan, hogy az ország lakosságának 90%-a dolgozzon a maradék 10% jólétéért úgy, hogy semmi joguk sincs. Erdélyi birtokosnak született, de később Magyarországon, Szatmár megyében is vásárolt földeket, így mind a két országgyűlésnek a tagjává vált. A király, látva az ellenzék erősödését, 1835-ben feloszlotta a diétát, Veselényi ellen pedig hűtlenségi pert indítottak, amiért az akkormány kritizálta. Az árvíz. Az 1838-as pesti árvíz idején Veselényi Pesten tartózkodott, és olyan hősiesen mentette a bajba került embereket, hogy elnevezték az árvízi hajósnak. Veselényinek köszönhető, hogy csak 153-an estek áldozatul a pusztító árnak. A fáklyák közepette, a kormányrúdnál állt egy izmos herkules alak, szöveg nélkül, egy könnyű kabát vetve a vállaira. Dániás barna arcára ki ne emlékeznék, ki ne ismerte volna őt, ki ne tudná, ki volt, ki ne emlékeznék reá, e férfi Veselényi Miklós. Vörös Marti Mihály, az árvízi hajós részletek. Szavalta a Pesti Magyar Színházban 1839. április 27-én Laborfalvi Róza. Hol népes ház sora jegyzi az utakat, most vad moraj között fut a gyilkos áradat, s omlott házak felett élők s halottakon örvényesen kereng, zúdul el hab-habon. Kiment meg engemet, kórt, aggót és szegény, mindenre, ami szent, ember, hossz segít, ki él még itt,
riad most egy hajós közel, sajkája telve bár menekülők terhivel. A sajka partot ér, s a megmentett sereg a bátor férfinak hálás búcsút röveg. Hiába tartották a nemzet nagy hősének, Veselényi pere tovább folyamodott, és 1839-ben fejeződött be. 3 év börtönbüntetést kapott, ami a reformkori börtönviszonyokat tekintve a lassú halálos ítéletet jelentette. Büntetését a budai várban kezdte letölteni. Már néhány hónap elteltével kiújult a báró szembetegsége. Szabadlábra került hamarabb, de az aktív politikai életből szinte teljesen sikerült kikapcsolni, hiszen 1844-ben elvesztette látását. A szabadságharc leverése utáni periódust Gräfenbergben töltötte. 1850-ben tüdőgyulladást kapott, ebből a betegségből többé már nem épült fel, s Pesten hunyt el még ugyanez esztendő áprilisban.